Mi pedig már is folytatjuk a délelőttöt, és Barkács rovatunk jelentkezik, amikor adventi koszorút fogunk készíteni, ugyan már eltelt advent első vasárnapja, de azért három vasárnap még előttünk van, úgyhogy nem késő még otthon egy adventi koszorút készíteni. Molnár Csilla, mestervirágkötő lesz ebben a segítségünkre. Szervusz, szeretettel köszöntelek. Üdvözlök mindenkit, szervusz. Na hát ugye hagyományosan az egyház azt mondja, hogy ugye lila gyertyák szerepelnek, vagy a fehér gyertyák és a lila szallagok. Három és lila és egy rózsaszín. Na most ahhoz képest itt mi egy teljesen más tematika mentén fogunk haladni. Nem tudom, hogy vannak akkor divatok az adventi koszorúban is? Igazából vannak, inkább úgy trendek. De ezt nem feltétlenül kell követni. Én azt szoktam mondani, hogy mindenki induljon ki a saját hitéből, elképzeléseiből, esztétikai igényeiből. Éppen ezért én most egy visszafogott színvilágú koszorút fogok készíteni, a fehér színt választottam, és ezüsttel fogom még kombinálni. Az azért a kettő, az megy egymáshoz, és legalább a havas tájat megidézi, igen, ha már igen, nincs igen, is mindenféleképpen. Fehér időszak. Tehát az alapot azt már elkészítettem előre. Álljunk is meg. Igen. Valami fantasztikusan gyönyörű ez a fenyő, és ha a kedves nézők esetleg azt hinnék, hogy ez műfenyő, hát cáfoljuk meg, és mondd el, hogy ez egy különleges fenyőtípus igazából. Igen, ez valóban egy igazi fenyő. Ez egy nobilis fenyő, ami igazából itthon nem honos, tehát import fenyő tulajdonképpen, tehát úgy jön be az országba, és ennek az a nagy előnye, hogy nem hullik, csak megszárad. Tehát nem lesz tele fenyőtűvel az asztal, a teríték, és én ezt a fenyőt egy szalmakoszorúra dolgoztam rá, egy ilyen tekes drót segítségével. Kis ágakat kell vágni, és a kis ágakat oda drótozni tulajdonképpen a szalma alaphoz, csak én most ezzel nem szerettem volna húzni az időt. Mennyi idő, akkor azért ne csapjuk be a kedves nézőket, mennyi idő, hogy mondjuk jó gyakorlat kéznek, biztos azért fele annyi idő alatt megvan, de ha otthon állunk neki, azért hát, egy órát elbíbelődhetünk vele. Biztosan, biztosan. Én is azért hoztam így készen, mert tulajdonképpen ez a legidőigényesebb része a koszorú készítésnek, mert ha elő van készítve és kiválogattuk már a díszeket, akkor tulajdonképpen azokat csak fel kell drótozni, illetve fel kell ragasztani a koszorú alapra. Szóval itt az egész adventi koszorúnak alapja maga a koszorú és a zöld ágaknak az elkészítése. Igen. Mutasd meg, vagy mutassuk meg ezeket a gyönyörű gyertyákat, ezek nem is tudom, egy rózsacsokor rózsa, végül igen, is. Igen, ezek egy ilyen fehér gömbgyertyák, ami rózsa minta van, tehát az adja meg a különlegességét, hogy nem egy sima egyszerű gyertya, hanem ilyen nagyon szép rózsa minták vannak a gyertyán, én ezt fogom most elhelyezni, abszolút... És két drótot azért azt is mutassuk. Igen, megmutatom, ezt is előre megcsináltam, ez nagyon egyszerű. Vastag drótot megmelegítünk a gyertya lángjánál, és azt úgy könnyen bele tudjuk szúrni a gyertyába. És ezzel fogjuk oda rögzíteni tulajdonképpen a koszorú alaphoz. Na azt is, én már látom, hogy itt azért a klasszikus elrendezést fogod követni az adventi koszorún. Igen, de egyébként ezt teljesen mondom, ez is teljesen ízlés kérdése, tehát lehet sorba rakni így a négy gyertyát, és akkor ezt a részét díszíteni a koszorúnak. Lehet kettesével felrakni, és akkor ezt a középső tengelyt díszíteni. Tehát nagyon, nagyon sok a variációs lehetőség. Ízlések és pofonok, de azért ez is megosztó kérdés, nem? Igen, de én azt gondolom, hogy az esztétikai szempontból bármelyik megoldás jó lehet. Mi a következő lépés ilyenkor? Ha a gyertyákkal kell kezdeni, ugye végül is az adja meg az egész, nem tudom, felosztását igen, az adventi koszorúnak. Igen, igen. Én utána a szallaggal szoktam kezdeni. Na most ugye a szallagot föl lehet rakni, úgy is, hogy klasszikus formában ugye a gyertyák közé, vagy a gyertyák elé rakunk négy masnit, de most egy másik variációt hoztam el, ami egyébként kevesebb szalagot is igényel, tehát nem kell annyi szalagot rárakni a koszorúra. De azért ilyenkor, hogyha mondjuk egy szallag és kisebb szallagot választunk, akkor érdemes, ahogy te is, ilyen vastagabbat hozni, tehát hogy mondjuk mutatós legyen, vagy jobban igen, domináljon. A szalag szélességét azt úgy kell megválasztanunk, hogy arányos legyen. Tehát mivel hogy ez egy 30 cm átmérői alapra került rá, ezért én szélesebb szallagot választottam. De nyilván egy kisebb átmérői koszorúra elég egy keskenyebb szallag is. Na, és akkor itt a dekordrótok segítségével én ezt föl fogom most rögzíteni, ezt is az
alapra. Egy ilyen kis masni formácskát hajtogattál, igen. Sics úgy rátekerted a drótot, kettőt pislogtunk, és akkor a drótot fogjuk végül is. A drótot fogom beleszúrni a szalma alapba, és így rögzítjük oda az alaphoz. És akkor ugyanezt gondolom megismétled ugyanezt a másik megismételjük oldalon. A másik oldalon is, igen. Mennyire kell feszesnek lenni ennek a szalmának? Hát szorosan kell rárakni, mert kicsúszhat belőle. De tehát azt nem gondolom, kímélve, hogy itt középen mennyire legyen feszes. Az nem feltétlenül, nekem is lesz benne egy kis játék a szallagnak, tehát nem kell kifeszíteni, de ha valakinek úgy tetszik, hogy feszes legyen, abszolút akkor megfelelő is az is, igen. Vigyázni kell azért a gyertyák, amikor már mondjuk közeledünk karácsonyhoz, azért leéghetnek, vigyázni kell, hogy ilyenkor nehogy, nem tudom, megégjen a szallag, vagy bármelyik díszítő elem. Azért veszélyes dolog az adventi koszorúval jön be. Abszolút, de a gyertyákon ugye, amikor vásárolják a vevők, akkor rajta is kell, hogy legyen, hogy gyertyát, égő gyertyát őrizetlenül ne hagyjunk. Ez alapszabály. Tehát ha elhagyjuk a helyiségét, azt mondom, hogy fújjuk el, és inkább gyújtsuk meg újra. És javaslom a cseppmentes gyertya használatát. Mert ugye akkor befelé ég a gyertya, nem folyik le, kevésbé veszélyesebb. Érdemes nálunk mondjuk otthon van egy ilyen adventi koszorúnál egy ilyen bevett tálca, és akkor minden évben és arra végül rárakni. Is arra igen. Rakjuk rá igen, az aktuális igen, koszorút. Ez nagyon jó megoldás. És visszajött az a zsinór, amit a múltkor is hoztál. Igen, én nagyon-nagyon szeretem a zsinórokat, ezeket is ugye különböző vastagságban lehet kapni, én most egy vastagabbat választottam el, hogy nagy méretű ez a koszorú. Nagyon sok méretbe lehet hozzájutni, és nagyon sok színbe. És akkor én ezt most már oda ragasztjuk? Fogom, ezt már ragasztom, de lehetett volna drótozni is, de én ezt már ragasztani fogom, és egy picit el is tüntetem a ragasztás helyét. Tehát alá bújtatod végül is. A masni alá rakom, igen, hogy ne is látszódjék. Ez is akkor az ezüst és a fehér színkombinációt követi, akkor ugyanúgy igen, most az ezüstöt igen, itt a zsinórba hoztam bele. Egyébként még, ha a színekről egy pár szót ejtenénk, ugye itt most a havastájat idézzük meg, de mi a helyzet, hogyha valaki mondjuk, nem tudom, klasszikus pirosat szeretne az adventi koszorújára, mennyi szín szerepelhet maximum egy adventi koszorún, vagy van erre vonatkozó szabály, vagy csak a jó ízlés a határa ennek? Én azt gondolom, hogy a jó ízlés, de akármennyi, és mi például most készítettünk az üzletben, mi úgy neveztük el, hogy lollipopos koszorú, és azon bizony több mint 10 szín szerepel. És mindegyik nagyon ezek a színes. Cukorka színek, gondolom. Hát igen, de az élénkebb változatból, de nyilván ezt lehet egy kicsit pasztelesebb árnyalata is összehozni, a türkiszkék, az almazöld, a sárga, a narancs, a pink, a rózsaszín, és egy ilyen nagyon érdekes színkombinációt hoz elő. Nagyon szeretem még a rojtokat. Nagyon mutatósak, nagyon elegánsak, és most én ezzel is díszítettem a koszorút. Igen, végül is akkor egy függönyt rökölt meg. Igen, igen, a zsinór és a függöny. Hoztál most rengeteg ilyen igen. Apró pici karácsonyfadísz, de ezeket már, hogy mondjam, kibelezted. Kicsit mert, előkészítettem, hogy igen. Ezeket az ezüst pöcköket leszedted. Igen, róluk. Ugye ennek az elsőgölt funkciója az lenne, hogy ugye fölakasztjuk a fára, de mivel, hogy ezt is ragasztani fogjuk, én ezt kiszoktam szedni belőle, egyszerűen csak ki kell húzni belőle, hogy még véletlenül sem, mert ugye, ha ragasztjuk, akkor ennél fog a ragasztjuk, és akkor kiránthatjuk, kieshet esetleg belőle, tehát én ezt ezért szoktam ilyenkor kivenni belőle. Itt tehát is ebből is fehéreket. Fehér és ezüst lesz rajta, illetve hoztam még ilyen ezüstös kis karácsonyfát, amit szintén el fogok helyezni, fehér baglyokat. Ezek nagyon mind, szeretik ezek a figurákat. Bagyok, igen, nem? Az kerámia, ez speciál, ez műanyag. És akkor az örök barátunk a ragasztópisztoly igen, segít. A ragasztópisztoly, ezzel nagyon óvatosan bánjanak, hogyha otthon gyakorlat nélkül kezdenek neki, mert nagyon 200 fokon. Kemény égés is igen, igen, melegíti ezt a ragasztórudat. Tehát és akkor óvatosan. Egy fenyőerdőt varázsolsz végül is az adventi koszorúra. Igen, most azért is választottam a baglyot, hogy egy kicsit az erdő, azért választottam egy állatfigurát, hogy egy kicsit az jöjjön elő.
Most itt a számokban kell gondolkodni, vagy túl lehet díszíteni mondjuk az adventi koszorút? Te is most 3 fenyőfát fogsz elhelyezni rá azért. Ez is abszolút ízlés kérdése. Tehát én szerintem szép lehet egy adventi koszorú, ha csak gyertyát és szalagot rakunk rá akár, vagy egy kis termés tobozt. Húha, és már termések azért sokat hoztál ide is. Igen, most nem az alaptobozokat hoztam, hanem hoztam egy ilyen nagyon érdekes rózsaformájú termést, ezt kosszadnak hívjuk. Ez is egy nagyon érdekes. Olyan, mint egy bajusz is végül is. Igen. Igen, ez az eukaliptusz termése. És ez egy nagyon érdekes termés, ennek megmondom őszintén, nem tudom a pontos nevét, de ez már le is van festve. Ezek itt abszolút natur színben jelennek majd meg a koszorún, ez viszont egy kicsit szürkére van lefestve. De mondjuk klasszikusan akkor bármilyen fenyőtoboz, dió, apró termés, akár mondjuk csipkebogyó, bármire elkerülhet határa csillagoség. Igen, bármi, kockacukortól kezdve. Csak én azt mondom, hogy valahogy az arányokat, hogy passzoljanak a díszek egymáshoz, azt kell megtalálni, azt a vonalat, és azt a határt, hogy még ne legyen úgymond gicses, de hát van, akinek már ez is gicses. Azért mondom, hogy abszolút ízlések. Hát a csillogós bagoly azért tényleg súrolja a határt, de itt, ahogy mondjuk ide ülteted őket, vagy összességében, én azt mondom, hogy egy harmonikus, abszolút harmonikus adventi koszorút kapunk. Ezek miből vannak egyébként? Kerámia, igen. De nagyon kedvesen becsücsül, akkor jaj, a fenyőfa alá. A fenyőfa alá beültetjük a baglyokat. A ragasztópisztolyt használunk, ezeket az úgynevezett pókhálókat, ezt érdemes így lekapkodni. Hát sajnos az, mert ez, igen, ahogy elhúzzuk, akkor óhatatlanul itt keletkeznek ezek a pókhálók. Akkor most fölrakom a terméseket. A igen. Ezeket ez most mondjuk egy viszonylag díszesebb koszorú lesz majd. Ezeket be lehet festeni mondjuk akár mondjuk egy fehér lakfestékkel a rózsákat, hogyha mondjuk csak fehér díszeket szeretnénk? Persze, de én a végén most egy picit majd egy kicsit fehéríteni fogom majd, még nem árulom el, hogy mivel, ha bár lehet, hogy már látták a kedves nézők itt az asztalon, hogy mivel. Azt nézem közben, hogy milyen arányban rendezed ezeket a kos-szarv díszeket. Azért megy a belső ívére is a koszorúnak, illetve ugyanúgy a külsőre is fontos, hogy kerüljenek. Itt akkor tényleg minden szemszögből meg kell nézni ezt az adventi koszorút. Igen, tehát hogy ne boruljanak fel. Én ugye most ahova nem kerül kos-szarv, így egy kicsit csoportosan próbálom elhelyezni a terméseket. És nagyon szépek ezek a rózsák, de mondjuk ezek mennyire tartósak? Tehát mondjuk, ha szétszereljük majd az adventi koszorút karácsony után, akkor ezeket meg lehet még menteni mondjuk a jövő évre? Vagy szerintem igen. Ha ügyesen ezeknek leszedjük. A termések, ez le van szárítva, tehát ez ugyanúgy marad már. Ami nem menthető, az az élő fenyő lesz, illetve hát a gyertya, amit ugye már égettünk. Hát jó, persze, de az fogyó eszköz, akkor érdemes mondjuk leszedni róla a ragasztópisztolynak a kis hát az aljáról, ha nem is tudjuk leszedni, de ha újra adventi koszorúra szeretnénk használni, akkor úgyse fog látszódni, mert ugye ugyanott fogjuk megragasztani újra. Tehát ezeket nagyon szépen le lehet szedni a koszorúról, ami... És akkor ugyanúgy a gyertyek tövébe januárba is kerülnek ezek. Igen. Ezek a virágok, nagyon jól néz ki ez a kicsi eukaliptusz termés, azt mondtad? Az eukaliptusz termés, igen. De ilyen kis csillag alakja van, fantasztikus ez is. De talán ez... Az egyik kedvencem egyébként. Ezzel még én is találkoztam szerintem a mi adventi koszorunkon is. Én mondjuk a natur vonalat szeretem követni, tehát én apró, hasonló ilyen szalma termésekkel szoktam díszíteni, meg bevallom, hogy például én karácsonyfa díszeket is van, hogy ráteszek kis szalmacsillagot és ilyen dolgokat. Hát tényleg csak a képzelet szabhat határt egyébként a díszeknek, mert nagyon-nagyon sokféle dolgot rá lehet tenni és díszíteni a koszorúkat. Ezeket még nem tettük felre, vagy ezek a végén most nem is kerülnek? A legvégén. Én azt a végén szoktam, mindig van egy sorrendem. Nem akarok türelmet mondani, bocsánat. De egyébként a nagyság... Tehát mindig a legnagyobb dolgokkal kezdem, tehát a legnagyobb méretű dolgokkal, és úgy megyek lefele. Tehát, hogyha itt pontosítani akarom magam, akkor az eukaliptusz termés lesz az utolsó, mert az a legkisebb.
Igen, hogy még a maradék lukakba, ahova még fér, akkor oda kerüljenek az apróbb díszek. Igen, azért értem próbálom, próbálom azért, hogy érvényesüljön azért a fenyő is, ez a gyönyörű fenyő is. Igen, mondjuk, hogyha azt nézzük, akkor kár eltakarni, hiszen már önmagában is annak is egy olyan gyönyörű, nem a szokványos, hanem egy világosabb alapszíne van, vagy alapfenyő színe van, de hát gyönyörű lesz majd, hogyha... Igen, és mondom, nagyon, az egyik nagyon nagy előnye, hogy nem hullik. Van még egy pár percünk, akkor a maradék gyömböket is. Jó, én ezt felrakom, jó? Hát én csak pislogok, hogy itt 10 perc alatt milyen csodálatos adventi koszorút készítesz, mi meg otthon mennyit szenvedünk vele, de hát... Hát az az igazság, hogy már nem tudom hány ezret készítettem, tehát ez... Ez mondjuk az évnek nálatok is akkor egy elég, hogy mondjam, erőteljes szezonja. Mit keresnek még az emberek, vagy vannak mondjuk majd karácsonykor mondjuk asztaldíszek, ugyanígy ilyen fenyőgyertya kombinációval? Igen, az első adventi időszak után akkor már jönnek az asztaldíszek. Azokat hogyan kell elképzelnünk, akkor az is fenyő alappal? Fenyő alap, de az már nem koszorú formájú, hanem azt akár tálakba, kelyhekbe, fatalpra, tehát bármilyen, ami megtartja magát az örökzöldeket, szoktuk elkészíteni, és természetesen abba is gyertyák kerülnek. Fantasztikusan alakul a... Igen, és akkor jönnek most jön még a kis eukaliptusz, és a végén lesz majd a... El is bújnak ezek az apró dísz. Igen, igen. Tehát én a meglepetést várom a legjobban. Hoppá. Igen, még azt nem néztem meg, én azért mindent megtapogatok szépen, majd jó csillámporos leszek, hogy a fenyő miből készül, de az is talán valami törékenyebb, vagy valami műanyag dologból lehet. Ez műanyag. Műanyag. Ez műanyag. És akkor, ha úgy érezzük, hogy már nem szeretnénk többet díszíteni, akkor ugye most jön a kis meglepetés, amit én nagyon-nagyon szeretek, ez az úgynevezett műhó, és van egy speciális ragasztóspéd, de egyébként sima hajlak is abszolút megfelel. Befújjuk azokat a részeket, ahova szeretnénk a műhavat szórni. Mégis ez egyfajta ragasztóként működik akkor alatt. Igen, abszolút, igen. És behavazzuk a koszorunkat, mintha tényleg egy erdei táj, bocsánat. Én már túl vagyok a hajlapkozáson, még 9 óra előtt. Megtapogathatom egy kicsit, hogy persze, miből van ez? Én viasz, vagy műanyag? Miből van ez? Hát ez, én... Úgy gondolom, hogy nem tudom, hogy miből gyártják, de szerintem ez egy ilyen műanyag alapú dolog lehet, amit teljesen apróra földarálnak. És tényleg abszolút olyan, mint a friss hó, az a könnyed, pejhes hó. Csodálatos lett, én azt mondom, Csilla, mint mindig ez az adventi koszorú, amit elkészítettél. Hát, megmutatom ezt a részét is, esetleg hát megfordítjuk. És még amúgy az is jól néz ki, hogy itt a ragasztópisztoly pókhálóiba is beleakad. A havazás egyébként az egy kicsit igen eltompítja ezeket a pókhálókat. Nagyon szépen köszönöm, Csilla, hogy itt voltál velünk, és további áldott adventi készületet kívánunk igazán neked. Igazán nincs mit, én is hasonlókat kívánok.